Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai soros képviselőtestületi ülésünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Goddiner Lajos urat, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, aljegyzőasszonyunkat, alpolgármester urakat, a képviselőtestületünk tagjait, a polgármesteri hivatal dolgozóit, osztályvezetőinket és a sajtó munkatársait. Megállapítom, hogy hetes fővel képviselőtestületi ülésünk határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy a nyílt ülés napirendi pontjai sorába a rendeletek közé vegyük föl a köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletünk megalkotásáról, valamint a temetőüzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló napirendi pontunkat. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 7 igen szavazattal elfogadtuk. Valamint kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek napirendi pont javaslata. Úgy látom, nincs, akkor kérem, hogy az előbb elfogadott és a meghívóban megküldött napirendi pontjaink sorát fogadjuk el. Köszönöm szépen, 7 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontjainkat. Első napirendi pontunk tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, ezt szóban én fogom előterjeszteni. A 2021. június 17-én tartott soros testületi ülést követően 18-án részt vettem a gimnázium tanévzáró ünnepségén. A Jászkunvolán, Jászapátin is szervezett korszerű autóbuszainak átadására egy kisebb ünnepséget. A klimatizált, felszállást könnyítő megoldásokkal bíró buszok mindenki számára megfelelőek lesznek reményeink szerint. Az évek óta megszokott aratónapot 26-án, a Babfesztivált 27-én tartottuk. Nagyon köszönöm a szervezők és a csapatok kiváló munkáját és a kiváló előadásokat. Június 30-án adtuk át Magyarország kormánya által 200 millió forinttal támogatott csúszdaparkot a strandon. Rétvári Bence államtitkár úr és Pócs János országgyűlési képviselő úr jelenlétével és közbenjárására. A 10. Jász Expo és Fesztivál szervezését július 5-én elkezdtük. Sokrétű feladatra vállalkoztunk kollégáinkkal. Július 19-én indultunk 4 fős küldöttséggel Temerinbe, illésnapi fogadalmi ünnepükre, testvérvárosi kapcsolatunk ápolására. A jászsági randevút július 24-én és 25-én tartottuk a sportpályán, melynek keretében megemlékeztünk Mihály Béla kerámikus látványtervező művészről a régi randevúk szellemében. Átadtuk a megújult Dósa kúriát, amely rendezvényeink reményeink szerint még unokáinkat is szolgálni fogja. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő képviseletében ingatlanokról tárgyaltunk 27-én és 28-án Jászapátin, valamint az idősek tornatermének további használatáról 28-án. Köszöntjük András István képviselőtársunkat, így 8 főre emelkedett a megjelent képviselők száma. Köszönöm szépen. Augusztus 2-től 12-ig szabadságomat töltöttem. Augusztus 14-én a Jászapáti Polgárőr Egyesület elnökével polgárőrváros kitüntető díjat vehettünk át Mórahalmon, az országos polgárőr találkozón. Ezúttal is szeretném megköszönni a Jászapátin mindannyiunkért dolgozó polgárőröknek a munkáját. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei kitüntető díjak átadására került sor augusztus 18-án. Nagy örömünkre szolgált, hogy előterjesztéseink sokaságát meghallgatta a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés, így Jász-Nagykun-Szolnok megyéért díjat vehetett át a Rokolya Varró műhely, Tajti Erzsébet, Borbásné Budai Valéria és Donkóné Birkás Tünde viseletkészítők és oktatók személyében. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei közművelődési díjban részesült Molnárné Szikszai Klára és Szikszai Mária helytörténész testvérpár. Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzati és közigazgatási díjban részesült
a körünkben tartózkodó Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető, a jászapáti polgármesteri hivatal dolgozója. Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díjban részesült a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium tanára Szabó Bálint Katalin. Augusztus 20-án városi ünnepségünk keretében átadtuk a kitüntető díjainkat, és mindenek előtt azért is említettem a megyei díjazottainkat, valamint a városi díjazottainkat, hiszen mindannyian megérdemelték az elismerést. Jászapáti város díszpolgára címet kapott dr. Lubics Szilvia. Jászapáti városért díjat a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete kapta, pedagógiai díjat Nagy Ferenc és Nagy Ferencné házas pár, közszolgálati díjat Gyenes Magdolna, aki szintén a hivatalnak a dolgozója, egészségügyi díjban részesült a Jászapáti Mentőállomás kollektívája, az év vállalkozója díjat ifjabb Gyenes Balázs, Fortcom Bútoripari Kft. Részéről kapta, az év polgárőre díjat Végert Zoltán, sajnos számára már csak a posztumusz díjat tudtuk átadni, pontosabban testvérének a posztumusz díjat tudtuk átadni. Az év tűzoltója díjat Szemán Ferenc kapta. A Jászapáti, a Mi Városunk Alapítvány is minden évben díjat ad át, és az augusztus 20-ai rendezvényünk keretén belül adjuk át a templomban ezt a díjat is. Az elszármazottak Jászapátiért díjat Somogyi Győző festőművész kapta 2021-ben. Ez évben az év elején odaítélt Pályer Antal díjat Bukor Irén, a VKMK korábbi vezetője kapta. Képviselőtestületünk döntése alapján természetesen. A Jászapáti sportjáért díjat képviselőtestületünk Jász Lászlónak adományozta. Az egri érsek meghívásának tettem eleget 23-án. Évről évre találkozik az érsekatya a Főegyházmegye területén lévő települések polgármestereivel, ahol egyházi iskolákat tart fönn az egyház. Borbás Zoltán úrral, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnökével a megyei kitüntető díjat otthonukban adtuk át a szikszai testvéreknek augusztus 24-én. Egyeztető megbeszélést folytattam a Jász Expo és Fesztivál szervezőivel, támogatóival 25-én. A Vándorfi honismereti szakkör tartotta éves rendezvényét 28-án, ahol köszöntöttem a rendezvény résztvevőit és a díjazottakat. Augusztus 31-én a Jászberényi Klik tartotta díjátadó díszünnepéjét Jászapátin a Pályer Antal Művelődési Házban, ahol a pedagógusokat köszöntöttem. Szeptember 1-én a gimnázium évnyitó miséjén vettem részt, majd Jász Dózsán egy projekt átadó ünnepségen képviseltem önkormányzatunkat. Elektromos energia beszerzés lehetőségeiről tárgyaltunk kollégáinkkal az értékesítő közbeszerző céggel szeptember 7-én. A Jászapáti rendőrös parancsnokával helyi aktualitásokról egyeztettünk szeptember 13-án. Pócs János alpolgármester úrral, a Jászapáti VSE vezetőivel tárgyaltunk a jelenleg és a jövőben megoldandó feladatainkról, pályázati lehetőségekről. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Amennyiben kérdésük van, tisztelt képviselőtársaim, a tájékoztatóban elmondottakkal kérem tegyék föl. Köszönöm szépen, úgy látom, nincs ilyen jellegű szándék. A napirendi pontjaink sorában az 1/B lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésről tárgyalunk. Írásban, valamint elektronikus úton megkapták kedves képviselőtársaim. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésük. Véleményük a lejárt határidejű határozatokról. Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a jelentést, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. 8 igen szavazattal elfogadtuk. Következő napirendi pontunk az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató. Ugye tájékoztatóról lévén szó, kérem majd a tájékoztató tudomásul vételét, azonban ha bármi kérdés fölmerül, kérem tegyék fel. Vélemény?
Úgy látom, nincs ilyen, akkor kérem, fogadjuk el a tájékoztatóban leírtakat. Rendeletek sorához érkeztünk. Első, bocsánat, ne ugorjam át, a sokak által kedvelt kérdések, bejelentéseknek a lehetőségét átadom képviselőtársaimnak a szót. Birkás képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt testület. A stranddal kapcsolatosan lett volna kérdésem, amit tegnap bizottságülésen választ kaptam rá teljes mértékben, tehát ezt még egyszer nem akarom megkérdezni, illetve pontosan kaptam rá minden a választ, tehát tovább lépnék. Az önkormányzatiság 30 éves évfordulójára megjelent megyébe egy kiadvány. Hát már nem most, még a tavasszal, csak ugye a pandémiát nem tudtunk tárgyalni erről, hogy Jászapáti város miért nem szerepelt ebben a kiadványban. És úgy vettem észre, hogy a Jászság minden települése benne volt, talán egy-két kisebb település nem, de a Jászapátról egy sor nem jelent meg akkor abban a idején ebben a kiadványban. Temetőkerítésével kapcsolatosan van-e lehetőség arra, hogy valamilyen pályázat útján vagy más módon szerezzünk arra pénzt, hogy olyan szép és elegáns kerítés legyen, mint például Jákóhalmán megoldották, 5-6 millió forintból a tudomásom szerint, és szerintem ránk is elférne egy olyan kerítés, főleg a főút mentén, ha bármilyen lehetőség lenne rá, ragadjuk meg, én azt gondolom. Vásártér térkövezését már sokszor említettem, illetve legalábbis azoknak az utaknak az aszfaltozását, ahol zajlik igazából a forgalom vásárok alkalmával. Esős időszakban szinte gumicsizmába kell járni, nyári időszakban fúj a szél a kőport, illetve akkora kövek vannak már ezeken a járokon, hogy a cipőn átüt a öklömnyi köveknek a súlya, illetve hatása. Szerintem megérdemelnénk már ezt is ez a város, hogy legalább aszfaltozott útjaink legyenek azon a területen, ahol folyik a kereskedelem, illetve zajlik a forgalom. Példaként említhetném Sűsápon hatalmas területet nem leaszfaltoztak, letérköveztek. Tehát valahonnan keríteni kellene erre is valami lehetőségünket, főleg, hogy jön az újabb uniós 7 év, és gondolom az ilyenekbe az beleférhetne. Út átvágások, amelyről 3 évvel ezelőtt beszéltünk, hogy megsüllyedjen, és akkor tényleg ki lehessen egyenesíteni. Én azt hiszem, hogy a 3 év alatt már alaposan megsüllyedtek, sőt egyre mélyebbek, temetőút, a Lehel út, pont több ilyen van, ilyen átvágás, de egyéb más mellékutcákban is előfordulnak, amelyek már szerintem kocsirongáló átvágásoknak minősülnek. Van-e arra lehetőség, hogy esetleg még befejezzük ezeket a részeket az idén, amíg a jó idő tart? Szelektív kukákról is beszéltünk rengeteget, de hát nem változik semmi. Főleg a Utasi utca sarkán levő, ott nincs olyan nap, hogy ne termelődne újra a szemét, de egyéb más szelektív hulladékgyűjtőknél is tapasztaltam, hogy körbe rakják mindenféle szeméttel, sőt, állati hulladékok is előfordulnak. Az rendben, hogy elszállítjuk, de mit lehetne tenni ellen? Éppen a mai újságból olvastam, hogy árokszálláson is problémát okoz. Ez a dolog volt, ahol megszüntették, illetve áthelyezték, és mit lehetne ebbe az ügybe tényleg igazából lépni. Rendőrségnek új épületéről már régen beszéltünk, van-e arról hír, hogy mikor fog kezdődni ez a beruházás? Hát nagyon nagy csend van róla, mióta megjelent ez a hír, és azóta igen sok idő eltelt. És akkor örülök neki, hogy sikerült megoldani a Damjanics úton a parkolót, működik a 10 parkoló, és használják is az autósok, illetve azt is látom, hogy sikerült lezárni azt a területet, ahova járdán mellett, annak ellenére, hogy parkoló volt, állandóan parkoltak az autók, és már ki is zöldült a fű, és mindjárt másképpen néz ki, mint egy keréknyomos terület. És akkor egy másik jó hír, labdarúgó csapatunk az előző idényben, a 2020-21-es idényben a sportszerűségi verseny első helyezettje lett. Mi is meglepődtünk ugyan, de a Megyei Labdarúgó Szövetség
Így döntött, és a szövetségi ülésen oklevelet, illetve kupát adtak át az illetékes vezetők a jászapáti csapat részére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt a labdarúgással kezdeném, hiszen tudják nagyon sokan, hogy kedvenc sportágam nekem is. Ugye biztos vannak ilyen mérőszámok, ami alapján ugye a sárgalapok, a figyelmeztetések, a kiállításokat veszik figyelembe, akkor a rendezőként a megfelelő rendező számmal bírnak el az egyesületek. Én ehhez csak gratulálni tudok, és azt mondom, hogy végre egy jó hír a sportháza tájáról, a fair play szellemében is. A park, akkor egy picit visszafelé haladnék. A parkolók elkészültek, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy számomra is nagy gyorsasággal, tehát az én megítélésem alapján is nagy gyorsasággal elkészítette a kivitelező. Használják is, egy-két rendítés embert szoktuk figyelmeztetni a közterületfelügyelőnk által. A lezárt, korábban parkolónak használt zöld felület résznél már ugye elkezdték mozgatni azt a korlátot, látom, hogy már nem függőlegesen áll, de reményeink szerint nem szenved további kárt. A szelektív gyűjtők környékén minden második nap minden egyes szelektív gyűjtőt végigjárja a közfoglalkoztatás egy dolgozója össze, pontosabban nem egy, hanem egy kiskocsival összeszedik a hulladékot, és milyen egy köbméteres konténerekbe gyűjtve kiszállítatják a hulladék lerakóra. Kamerákat helyeztünk el változó vagy váltakozó helyszíneken, és ennek volt is eredménye. Nem tudom, hogy erről a jegyzőasszony be tudsz-e számolni, hogy milyen eljárás indult a hulladékot illegálisan lerakókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, igen, ahogy polgármester úr is mondja, két olyan kamerát vásárolt az önkormányzat, ami egyik helyről a másikra nagyon gyorsan áttelepíthető. Ezt a közterületfelügyelőnek a napokban adtuk át feladatként, hogy innentől kezdve ez az ő feladata lesz, hogy gondoskodjon mindig az új helyszínekre történő áthelyezésről. Több olyan felvételt is lementettünk, és már átadtunk a rendőrségnek, ahol esetleg rendszám, tehát autóval vitték a hulladékot a illegálisan lerakni, illetve van, ahol gyalogosan, és akkor esetleg a rendőrségnek a helyismeretére, emberismeretére van bízva, hogy felismerhető-e a tettes. Ezek mind átadásra kerültek a rendőrségre, még egyéb információval nem rendelkezem, hogy hol tartanak az ügyek, de amik nekünk a rendelkezésünkre álltak, azokat mind továbbítottuk az illetékes hatóságoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az útátvágásokkal kapcsolatban folyamatosan dolgoznak a kollégák. Viszonylag kis létszámú közfoglalkoztatotti csapatunk van. Most épp a Jász Expóra készülnek, de ezzel párhuzamosan egyéb feladatokat is ellátnak. Van már, ahol az átvágások kiegyenlítésre kerültek. Idén, amíg az idő engedi, folyamatosan ugye aszfaltozunk, kátyúzunk, hideg aszfalttal dolgozunk, jó minőségű, zsákos aszfaltról van szó. Nagyon jó áron sikerült beszereznünk, most is rendelkezésre áll úgy az önkormányzat forrásából, valamint a közfoglalkoztatás keretén belül sikerült beszereznünk hideg aszfaltot, valamint zúzott követ a még nem aszfaltozott utak javítására, tehát azt is raktározzuk. És amikor csak lehetőség van rá, folytatjuk a kátyúzást, útjavítást. A vásártér, mint ötlet, ugye régen megfogalmazódott, akár ugye képviselőtársunk előadásában is, akár ugye önkormányzatunk, valamint a mi fejünkben is, és bele is tettük ötletként a 2021-27-ig terjedő pályázati ciklusba azt, hogy lehetőség szerint, amennyiben sikeres pályázatot nyújtunk be, bocsánat, akkor térkövezni szeretnénk a vásártérnek a kirakodó vásár részét, és a vásártér köré egy futópályát is szeretnénk még, tehát az elképzelések között ez is megfogalmazódott már sokszor, és ugye beemeltük ebbe a pályázati ötletbe a futópályának a
megépítésének a lehetőségét. A temető tulajdonosa az Egri főegyházmegye, fenntartói pedig mi vagyunk, a Jászapáti Városi Önkormányzat. Mindenképpen meg fogjuk építeni a kerítést. Ugye valószínű, hogy picit több forrásra lesz szükség, mint Jákóhalmán, de valóban sokkal jobban néz ki ugye a kerítés azokkal a kerítés elemekkel. Pályázati lehetőséget fogunk rá találni az elkövetkező, akár az elkövetkező évet is, ha mondhatom, hiszen a Líderben is szeretnénk pályázni a kerítésre. Meglátjuk, hogy mekkora szakaszra lesz elegendő, egyébként meg majd visszük tovább, vagy önerővel pótoljuk a kerítésépítést. A kiadvány, erre így konkrétan nem emlékszem, hogy lett volna egy ilyen kiadvány, bár minden egyes heti, havi magazinban, akár ebben a gazdasági magazinban is gyakorlatilag fillérek és 180-200 ezer forintért megjelenhetünk. Tehát ebben a helyzetben nagyon sokat kell mérlegelni az önkormányzatnak, hogy milyen kiadásokat vesz a nyakába. Korábban egy egész könyvet sikerült megjelentetni az önkormányzatisággal kapcsolatban annyi pénzért. Valószínű, hogy az én figyelmemet elkerülhette ez a 30 éves az önkormányzatiság című felhívás. Köszönöm szépen, további kérdés van a képviselőtársaim. Amennyiben nincs, akkor folytassuk a testületi ülést, és elértünk a rendeletekhez. Első Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 második 17-én kelt önkormányzati rendeletének módosításáról. A pénzügyi gazdaság, pontosabban megkérdezem először az előterjesztés készítőit, a rendelet módosítás készítőit, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni. A jegyzőasszony. Köszönöm szépen, a kérdés van rá, akkor szívesen válaszolunk. Pénzügyi osztályvezető asszony. Pénzügyi gazdasági bizottságunk tárgyalta, elnök úré a szó. A pénzügyi gazdasági bizottság teljes létszámban ülésezett, határozatképes volt, és 5 igen szavazattal támogatja a rendelet módosítást. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, mi a szó? Kérdés van ezzel kapcsolatban. Vélemény? Köszönöm, én szeretném megköszönni a pénzügyi osztály illetékes dolgozóinak, pénzügyi osztályvezető asszonynak, aljegyző asszonynak és a jogi oldal képviseletét erősítő kollégáknak, hogy ilyen gyorsan és alaposan, már mondhatom úgy, hogy szokásos alapossággal elkészítették a rendelet módosítását. Aki egyetért a rendelet módosításával, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk. Az ülés előtt osztottuk ki a köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint a temető üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló rendelet alkotását, valamint ennek keretén belül egy rendeletet és egy határozatot kell elfogadnunk. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e élni az olvasási szünet lehetőségével. Amennyiben nem, akkor mégis megkérném a jegyzőasszonyt, hogy foglalja már össze néhány gondolatban a rendelet alkotás és a határozat elfogadásával kapcsolatos dolgokat. Köszönöm szépen. Röviden az előterjesztésnek tulajdonképpen a lényegi tartalma egy korábbi képviselőtestületi döntésnek a folytatása, hiszen akkor arról döntött a képviselőtestület, hogy a egyház tulajdonában lévő temetőnek a fenntartását átveszi az önkormányzat. Eddig ugye korábban ez úgy működött, hogy a tulajdonos és a fenntartó is egyben az egyház volt, ők álltak szerződéses kapcsolatban a Jászapáti Városüzemeltető Kft-vel az üzemeltetésre vonatkozóan.
Az önkormányzatunk kezdeményezte a fenntartói jognak az átvételét több okból, hiszen így az önkormányzatunk normatívára lesz jogosult a temető fenntartással kapcsolatban, illetve talán a pályázati lehetőségeink is bővülnek, majd megnyílnak az önkormányzat számára, akár esetleg a kerítés felújítására is. Eddig jutott tehát eddig ez az folyamat, hogy a fenntartói jogot megkapta az önkormányzat, aláírásra került az egyházzal az erre vonatkozó szerződés. Most pedig az üzemeltetésnek a jogát kell tisztázni, a szerződés alapján a önkormányzat kerülne szerződéses jogviszonyba a városüzemeltető Kft-vel. A jogviszony tartalmaz tulajdonképpen változatlan, ugyanúgy került meghatározásra, mint ahogy az egyházzal is kapcsolatban állt a városüzemeltető Kft., tehát sem térítési díjakban, sem egyéb feltételekben változást nem készítettünk elő. Viszont ez egy akkora mértékű átszabályozással járt, hogy jobbnak láttuk a kolléganővel, hogy egy teljesen új temetőrendeletet alkossunk, és ne egy sor módosítással változtassuk meg a egyébként is már régi rendeletünket. Tehát igazából az előterjesztésnek a lényege az ebből áll, és ahogy polgármester úr is említette, az előterjesztés keretein belül egy rendeletet kell alkotni a képviselőtestületnek, valamint egy határozatot kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ahogy eddig is a Jászapáti Városüzemeltető Kft. Fogja majd ellátni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés van-e képviselőtársaim? Vélemény? Köszönöm szépen az előkészítő munkát, és valóban kitárulhat a pályázati lehetőségeinknek a sora, mert sok esetben a tulajdonos pályázhat a jelen esetben a temető kerítésének a cseréjére, felújítására. Akkor először arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy aki a rendelet megalkotásával egyetért, az kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a rendelet megalkotását, és a határozati javaslat, az előterjesztésben található határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a rendeletet és a határozati javaslatot is. A meghívóban szereplő római 3-as előterjesztések napirendi pontokhoz érkeztünk. Első napirendi pontunk tájékoztató az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről. Kérdezem az előterjesztés készítőjét, pénzügyi osztályvezető asszonyt, kívánja szóban kiegészíteni. Köszönöm szépen. Ugye láthatjuk, amennyiben végigolvassuk a pénzügyi tervnek a teljesülését, hogy nem értük el az 50%-ot az első fél évben, de valószínűsíthetően a második fél évben a 100%-os teljesítésre fogunk törekedni, és azt el fogjuk érni a pénzügyi terv esetében. Kérdés van-e, tisztelt képviselőtársaim? Még mielőtt feltennék a kérdést, a pénzügyi bizottságunk tárgyalta, kérem elnök urat mondja el a véleményét. A pénzügyi bizottság tárgyalta, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen, továbbra is van lehetőségük képviselőtársaimnak kérdezni, valamint véleményt nyilvánítani. Láthatóan alapos és tényekkel alátámasztott pénzügyi terv végrehajtásáról van szó. Aki el tudja fogadni, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a napi rendi pontunkat. Előterjesztések sorában a második tájékoztató a Jászapádi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Első fél éves gazdasági tevékenységéről.
Előadó Lengyel József ügyvezető igazgató úr, kérem, vagy kérdezem, hogy kívánja szóban kiegészíteni a írásban foglaltakat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, annyit kívánnék kiegészíteni, hogy a járványügyi helyzet miatt ugye június végén tudtuk csak a strandot meg a kempinget kinyitni, úgyhogy ennek a gazdasági bevételét meg kiadási oldalt ezt a harmadik negyedéves beszámolóba tudjuk majd rögzíteni. Köszönöm szépen. Azt azonban el kell mondanunk, hogy nem telt eredmény nélkül ez az időszak sem, hiszen a Magyarország kormánya által biztosított 200 milliós csúszda beruházás befejeződött, és az engedélyek birtokában átadása is került. Valamint a új termálkutunk vizét gyógyvízzé sikerült minősítetnie ügyvezető úrnak. Köszönjük ez irányú munkáját is. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta, elnök úr parancsol. A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot 4 igen és 1 nem szavazott elfogadásra javasolt. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, mi a lehetőség kérdés feltevésre? Birkás képviselő. Azt szeretném kérdezni, hogy így első látásra látható-e az, hogy nyereséges volt ez a rövid nyár esetlegesen? Igen. Az nyereséges volt. De ezt a számokat, a konkrét számokat, ezt a egy, tehát a 34 éves beszámolva tudjuk. Amit 24-en tudtunk kinyitni, és a járványi helyzet a kormány döntése értelmében az 5 millió beoltott lakosság, tehát beoltottság után lehetett csak a védettségi kártya nélkül beengedni a lakosokat, ez pedig július 3-ára esett. Tehát ebben a beszámolóban csak az 1-6 hónap van, de a július-augusztus az erős hónapunk volt valóban. Persze, ezt látom, csak én azt kérdezem próbálni így, hogy a bevételek alapján látható-e az, hogy nyereségessé vált ez a 2 hónap. Tehát számok tekintete nélkül, ha valaki dolgozik és van bevétel, akkor azt érzi vagy látja esetlegesen, hogy na, ez egy jó sikerült hónap volt, vagy jó sikerült 2 hónap volt, tehát várható elvileg, vagy gyakorlatilag is, hogy sikeres volt ez a 2 hónap. Az előző évhez képest több bevételünk volt, és valószínűleg nyereségesek voltunk. Csak ezt akartam. Mert ugyanolyan járvány, tehát a járvány az nem szűnt meg, és ugyanolyan, tehát ezt mindenki tudja, hogy az embereknek a napi életben való visszaszokása, védettségkártyák, stb. Azért ez gondot okozott nem csak nekünk, hanem az egész ország területén, vagy az egész földön, azt hiszem. Úgyhogy, de jobb volt a bevételünk a csúszdának köszönhetően július-augusztus hónapban, mint az előző év. Annyit hozzá kell tennem, bár mondom, ez a beszámoló az nem tagalja, hogy a külföldiek viszont nagyon visszaestek. Tehát a belföldi turizmus a kormány döntése értelmében alapján ez növekedett a szép kártyák tekintetében, de a külföldiek azok elmaradtak. Nem csak itt, hanem az egész ország területén. Tehát a holland, német, ukrán, lengyel ilyen látogatók azok nagyon megcsöppentek, illetve nem is tudtak bejönni, mert rengeteg nem volt beoltva, és hát ugye a jogszabályok azok bizonyos tekintetben éltek még júliusban is. Egyébként azért is mertem ezt megkérdezni így. Pont a mai Néplapban jelent meg egy cikk a fürdőkről, a jászsági, illetve a megyei fürdőkről, ahol több helyen, nem tudom, aki olvasta a mai Néplapot, esetleg találkozhatott vele, hogy a megyében megkérdeztek több fürdőhelyet, illetve fürdőtüzemeltető céget, hogy hogyan érzik, hogy mi történt a nyári időszakban, és mindenki meg volt elégedve, sőt úgy nyilatkoztak ezek a fürdővezetők, martfűtő kezdve, cserkeszőlő, jászárokszállás többek között, hogy ők teljesen tisztában vannak azzal, érzik, tudják, hogy ez most sikeres volt ez az időszak, habár ők jóval előbb nyitottak. Tehát mi volt az oka, hogy mi nem nyithattunk esetleg májusban? Hogy lehet a többi fürdő nyitott májusban, júniusban, és miért csak július 1-én kezdtünk? Az országos tisztifőorvos szabályozza rendeletek alapján a fürdőknek a besorolását, illetve a nyitását. Jászapátiba egyetlen egy medencével lehet kinyitni, az úszómedencével, az volt vízforgatóval ellátva a kormány döntése értelmében, vagy a tisztifőorvos döntése értelmében, mi csak hónap végén tudtunk nyitni. Tehát ezeket a fürdőket, amit ön felsorolt, ezek rendelkeznek olyan technikai berendezésekkel, ami lehetővé tette a fürdőknek a nyitását.
az áttérbe nem lehetett bejutni, tovább se lehetett bemenni, csak védettségkártyával. A védettségkártya 5 millió lakos elérése után szabadította fel a kormány. Tehát ezért tudtunk csak később nyitni. Tehát értelmetlen, nem is engedte volna meg egyébként a megyei tisztifőorvosa, hogy kinyissunk. Tehát nem kaptunk volna engedélyt. Tehát június közep végén előbb nem tudtunk nyitni. Nem volt meg a jogszabályi háttér. Köszönöm szépen, további kérdés van. Vélemény a beszámolóval kapcsolatban. Én annyit szeretnék mondani, hogy jó ez a fürdő felmérés, meg a fürdők nyitva tartásával, bevételével kapcsolatos érdeklődés, azonban a Városüzemeltető Kft. Nem csak a fürdőt üzemelteti, hanem temetőüzemeltetéssel, vásár és piacüzemeltetéssel foglalkozik, parkgondozással, önkormányzati munkák elvégzésével. Tehát lehet, hogy a fürdő, a kemping és a fürdő részleg az ugye nyereséges lehet, azonban majd együttesen a többi ágazatnak a pozitív, tehát a bevétel és a kiadási oldalát is megismerve tudjuk majd, vagy látjuk igazából azt, hogy hogy milyen évet, vagy milyen háromnegyed évet zárt a Jászapáti Városüzemeltető. Aki el tudja fogadni a fél éves gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatót, kérem kézfelemeléssel szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igen szavazat, aki nem tudja elfogadni. 1 nem. Mellett elfogadtuk a tájékoztatót. 3. A top 4.2.1/JN1/2019/30 és 34-es szám azonosító számú szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászapáti Városban című projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szól az előterjesztés. Ez a pályázat, ez a nyertes pályázat a úgynevezett topos visszahulló forrásokra nyújtotta be önkormányzatunk, azonban a pályázat benyújtásától, és itt is ugye arról tudunk beszámolni sajnálatos módon, hogy a koronavírus világjárvány okozta hátrányok ebben az esetben is jelentkeztek, hiszen a támogatási szerződés aláírását követőve bő másfél év eltelt, amikor a közbeszerzést ki tudtuk írni, valamint, bocsánat, a kivitelezőt ki tudtuk választani, és rá kellett jönnünk, hogy ez alatt a több mint másfél év alatt a építőanyag árak olyan irányba változtak, tehát emelkedtek, hogy nem tudtuk a teljes műszaki tartalmat megvalósítani a pályázatban foglaltak szerint. Ezért szükséges az önkormányzatunk által biztosítandó önerő, hogy végül is majd sikeresen le tudjuk zárni ezt a pályázatunkat. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. A bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a előterjesztésben foglaltakat. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés van-e? Vélemény? Köszönöm szépen, akkor szavazzunk, aki el tudja fogadni az önerő biztosítását, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk. 4. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése ebben a pályázatban, ami az előző napi rendi pontban szerepelt, ennek a közbeszerzési eljárásának a megindításáról szól az előterjesztés. Az előterjesztés mellékleteként látható az ajánlatkérő, vagy ajánlattételi felhívás. Ennek a közbeszerzési eljárás megindításáról szeretném, hogyha döntenénk. Először a pénzügyi bizottságunknak a javaslatát szeretném hallani. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a bizottság. Köszönöm szépen, mivel egy közbeszerzési eljárás megindításáról van szó, és a testületi ülés elején kiosztásra került egy összeférhetetlenségi nyilatkozat, amelyet kitöltöttünk mindannyian, így majd név szerinti szavazás lebonyolítását kérem a jegyzőasszonytól. Köszönöm szépen.
szépen, akkor a szokásos sorrendben sorolnám a neveket. Kérem, hogy igen, nem vagy tartózkodás szavazatukat ismertessék. Andrássy István. Igen. Ádám János. Igen. Birkás Ferenc. Igen. Borics László. Igen. Farkas Ferenc. Igen. Kökény Györgyi nincs jelen. Pallag Imréni. Igen. Pócs János. Igen. Dr. Völgyi István. Igen. Köszönöm szépen. 8 igen szavazat. Köszönöm szépen. 8 igen szavazattal elfogadtuk a pályázati kiírást. 5. A magyar állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti dr. Szlovencsák Imre út 58 szám alatti 1040/2-es ingatlan, helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről szól az előterjesztés. Ahogyan a beszámolóban, a két ülés közötti beszámolóban említettem, tárgyalásokat folytattunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselőjével ez ügyben, és ugye emiatt bátorkodunk behozni a képviselőtestület elé ezt az indítványt, hiszen ez az ingatlan, amiről most szó van, az a mi tulajdonunkban álló raktár és udvar ingatlannal közvetlenül szomszédos, és a közfoglalkoztatás keretén belül használatos gépeket, eszközöket, anyagokat, értékesebb dolgokat tudnánk ebben a régi malomépületben tárolni. Erről szól az előterjesztés, és ennek a tárgyalását kérem önöktől, tisztelt képviselőtársaim. Pénzügyi bizottságunk is tárgyalta, elnök úr. A határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatja a bizottság. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés? Vélemény? Én úgy gondolom, hogy minden ilyen lehetőséget ragadjunk meg, hiszen ha térítésmentesen birtokunkba kerülhet egy ingatlan, a mi ingatlanunk szomszédságában, azzal reményeink szerint jól járhatunk. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot. 6. A Jászapáti Városi Sportegyesület részére a műfüves kispálya felújításához támogatás nyújtásáról szól az előterjesztés. Ez is szerepelt a két ülés közötti tájékoztatóban. Pócs János alpolgármester úrral ugye megbeszélést folytattunk a Jászapáti VSE elnökével, valamint a labdarúgó szakosztály részéről is jelen volt egy kollega, akik tájékoztattak bennünket arról, hogy a társasági adó révén sikerült majdnem 10 millió forintnyi TAU támogatáshoz jutnia a labdarúgó szakosztálynak, amelyet a műfüves pálya felújítására kívánnak fordítani, ami valóban megérett a felújításra. Ehhez azonban szükségeltetik még 4 millió forint fölötti önerő, amelyet az előzetes megbeszélések értelmében egyik felét a 2021-es költségvetésünk terhére, másik részletét, mert nem pont a feléről van szó, második részletét pedig a 2022-es költségvetésünkből kívánjuk biztosítani, és így, amennyiben így dönt képviselőtestületünk, akkor akár már a jövő hét elején elkezdődhet a felújítási munka. Szükséges, néhány helyén már balesetveszélyes a műfüves pálya, és ne várjuk meg azt, hogy valami baj történjék. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta, elnök úr parancsolja. A határozati javaslatot a bizottság tárgyalta, és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés van-e? Vélemény? Köszönöm szépen. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, 8 igen szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatunkat. 7. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról szól az előterjesztés. A jelzőasszonyt kérdezem, hogy kívánja kiegészíteni. Köszönöm szépen.
szépen, csak egy mondat erejéig. 2022 évre vonatkozóan is kiírta az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a támogatáskezelő a Hurza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi rendszerre vonatkozó pályázatát. A képviselőtestületnek most arról kell döntenie, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2022 évben is csatlakozik ehhez a kiíráshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mindkét bizottságunk tárgyalta. Kérdezem az Oktatási Társadalmi Bizottság elnökasszonyát a bizottság véleményéről. Köszönöm szépen. Bizottságunk 4 fővel ülésezett, és egyhangulag támogattuk a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottságunk is tárgyalt, elnök úr. A pénzügyi bizottság is egyhangulag elfogadásra javasolja a határozatban foglaltakat. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, kérdés van-e? Vélemény a meglévő önkormányzati ösztöndíjaink mellett. Én nagyon jónak találom, hogy ismét lehetőségünk van Bursa Hungarika ösztöndíjban való részvételre, és még több megfelelő eredményt elérő fiatalt tudunk támogatni. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, 8 igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontunkat. Nyílt ülésünk napirendjeinek sorához, vagy végéhez érkeztünk. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket és aktivitásukat. A nyílt ülést bezárom.